Sziasztok, kitaláltam egy remek játékot a Google fordítóval. Nyugalom, nem örültem meg. Jó, ez nem egy hosszú távú játék, inkább egy poén. Majd ti is próbáljátok ki, és majd írjátok a hozzászólásokba, hogy mit kaptok mondjuk a saját nevetekre. Ugyanis azt láttam ki, hogy ha ide beírtok egy szót, ugye, mondjuk az, hogy káne, azt hiszem olaszul így van a kutya. Ja, talán, de ott van, hogy forrásnyelv olasz. Látod? És azt láttam, hogy mi van, hogyha így a saját nevedet írod, vagy másokért. Például most beírom, hogy Csabus, az szerintem milyen nyelvű, az magyar. Hát jó, végül sem tévedett sokat. Nyúlnancs, az biztos magyar lesz az. Eny meg a csé miatt. Na. Jó, legyen mondjuk Csabinyó, neki már nincsen olyan magyaros hangzású neve. Velszi! Csabinyó, egy velszi hangzású név. Dogi Andi. Magyar. Hát ez fura. Ice Blue Bird. Na, ki van csak eltálja, hogy az angol. Ah, hát igen, persze, hogy angol. Most mink egy zsidav. Szlovéd. Most beírom, hogy alma, de sok értelme nincsen. Na hát, és van angol megfelelője. Apple. Hey, Apple. Zsömi. Azt a mindegy, zsömi, azerbajdzsáni. Uhuhu. Kendri. Nem, jól írtam. És angol. Hát a varrusz angol, ez olyan nem meglepő. Azt vettem egyébként észre, hogyha angolra állítod és úgy írod be, akkor más tesz ki. Például Csabusa már nem magyar lesz, hanem Cebuano. Cebuano. Így próbáljuk meg a Dogi Andit. Csicseva? Micsoda? Olyan, mint a Csivava. Hát nem véletlenül, az is kutya. Há! Na de mi van, hogyha spanyolról próbálom meg? Akkor azt javasolja, hogy Dogilandia. És így nyúlnancs. Jappe. A nyúlnancs csak azért is magyar, biztos a lenybetű miatt. És a Csabusa? Az szerint inkább Cabusa. Kábusa. Micsoda Kábusa? Dogilandia magyarul. Dogilandia. Sziasztok, illetve sziasztok, Csabusa vagyok. Ebben a videóban megmutatom, hogy milyen rajzokat kaptam máson. Ennyi, akkor kezdjük is. Először kezdeném egy olyan rajzal, amit nem máson kaptam, hanem vagy a szegedi pléten, vagy a táborban. Ajaj. Szóval korábban kaptam, és nagyon ötletes, úgyhogy mindenképpen meg akartam nektek mutatni. Ez egy kicsit halvány, de szerintem így látszódik. Szóval ez egy esküvő, és egy command blokkal adnak össze engem éppen. Azt mondja, Kovács Benedek készítette, nagyon köszönöm, nagyon kreatív. Jó, akkor most jönnek a mindsós rajzok. Van itt kitűző, kaptam egy kitűzőt is. Forever Alone-os kitűző, amit nem tudok megérteni. Most pont nincs itthon ezt, úgyhogy jó. Aztán ezt nem tudom, hogy hívják, ez a vasalós technika, ilyen kis műanyag gyöngyöket kell kivasalni, és abból egy Csabusa fej. Nagyon állat, köszönöm. Nincs rajta készítő sajnos. Aztán ez egy ilyen kis rajz. Az van ráírva, hogy Zobától, nagyon köszönöm. Van itt egy ilyen command block és Csabusa kiírás. Meg van hozzá egy kis üzenet. Ja nem, felsorolta a kedvenc sorozatait. Kihívások, különkiadások, kalandpályák, egyparancsos szerkezetek. Nagy Ádám készítette, nagyon köszönöm. Az avatárom. Vandus Wikitől, remélem jól olvastam. Nem te is csúnyán, hanem én nem tudok olvasni. Alex-től egy command block. Ezt az aranyos Csabusa fejet sajnos nem tudom kicsinálta, nincs rajta név sehol. Itt egy másik, azt hiszem ezt amit így egyszerre kaptam, úgyhogy ők biztos testvérek. Csabusának Iza 19-től. Nagyon köszönöm. Hú, ez nagyon komoly. Ez ugye, ami szokott lenni az intron végén, az a rajz. És itt egy üzenet. Szia Csabusa, remélem tetszik a rajz. Természetesen. Készítek neked egy mapot, légy csak videóba jársz ki. E-mailem, és felírta az e-mailjét. Remélem az is tetszeni fog. Szeretettel, nagy... Ha videóban mutatod, csak annyit mond, hogy Kata. Hoppá. Akkor nagyon köszönöm, Kata. Egy ilyen Csabusa nagyon komoly. Kis command blokkot tart a kezébe. Jaha,
Viszont a nevet nem biztos, hogy el tudom olvasni. Ezt is nagyon köszönöm, majd írd meg a hozzászólásokban nevedet, mert nem tudok olvasni. Aztán van itt egy ilyen, amire logókat rajzolt, meg mémeket, meg az avatáromat. Van itt szivacshat, YouTube-us, a darálónak a logója, és egy üzenet a hátoldalán. Szia Csabusa, gratulálok a 37 ezer támadóhoz. Köszi. Minden elismerésem a kommandokkozáshoz. Köszönöm, segítettél megismerni a parancsblokkot. Remélem, sokkal több támadód lesz. Utóirat, bocs, hogy csúnyán írok. Semmi gáz, én nem tudok olvasni. És Szabocs készítette, úgyhogy Szabocsnak is nagy pusz köszönet inkább. Még egy nagyon részletes rajz. Hú, tök jól néz ki. Csabusa, szia Csabusa, nagyon szeretem a videóidat. Először a kalandpálya darálókat néztem, utána elkezdtem nézni az összes videódat, utána te lettél nekem a legjobb videós. Nagyon aranyos vagy. Fú, rengeteg mindent rajzolt. Ott van a Liter Water. Ez a repülő valami itt egyébként. Ez a Atomübertáv sétapálca. És a vörös csigák az nagyon poén, ugye a kirakós kalandpályából. Ami nekem egyébként kifejezetten tetszik erről, az a dontkecske itt. Még senkitől se láttam lerajzolni a dontkecskét, úgyhogy nagyon poén. Aztán van itt egy ilyen, így lifegek, mert ilyen game kapocsa, vagy nem, ez a biztosított, igen, tehát biztosított tűvel vagyok ide szegezve a papírra, így lógok. Név sajnos nincs rajta. De van rajta. Alex, jól látom? Hát Alexnek is nagyon köszönöm. Már nem értem, hogy miért akasztott fel engem. Mi baja van velem? Van itt egy boríték, ezt még nem bontottam ki, direkt a videóban akartam. Szóval ilyen első reakció. És használok segédeszközt. Remélem nem vágok el semmit. Mármint a borítékon kívül. Tök izgi. Mutatom. Egy ilyen csillogós papír. És egy oroszlánon megcsinálva, nagyon kreatív. És egy ilyen szalag van rajta, egy ilyen írás, azt mondja. Commandbox Sensei, 2016. 8. hó 6. Csabusának, Mindshow, Ranyongót, Kira. Nagyon köszönöm, nagyon kreatív. Aztán van itt egy ilyen... Így? Egy ilyen, nem is tudom, szavannás kép, hogy van itt bokor, meg fa. Nagyon köszönöm. Nevet azt nem írt rá, úgyhogy... Kedves idegen. Aztán egy ilyen oroszlános rajz. Fú, nagyon ügyesen rajzol, nem tudom ki csinálta. És nincs rajta név. Csak az, hogy Csabusa, de hát ezt tudom, hogy nem én csináltam. Van itt egy ilyen szívecskés, az ott én lennék? Hát, nem semmi. Tudom. Botitól, Restonmester, nagyon köszönöm. Hűha, Nightwolf. Készített nekem egy ilyet. Egy félig oroszlán, félig ember arcot. És van egy kis levél a másik oldalán. Kedves Csabusa, te vagy a kedvenc videósom, remélem, hogy sose hagyod abba a videózást. Nem sokára küldök neked egy mapot, meg egy liter volt. Léci, jársz majd ki, kézikönyv óvjon, remélem tetszik a rajz, hogy ne. Ez is nagyon jó. Nightwolf HD-tól, nagyon köszönöm. Ez is egy ilyen kis borítéknak tűnik, mint mutatom, tehát egy ilyen oroszlán fej, command block, van köré írva, command block, ja, ott egy atomübertáv sétapálca, Sensei készítette felém, és a másik oldalán van ilyen, itt a boríték lenne, Feli MC, ja, bocsi, Feli MC, és van YouTube csatornája, iratkozzatok fel. Aztán kaptam egy ilyen command blockot, az alján pedig írás van. Ezt kikészítette. Chris MC, Csabusa, the best forever, per terror, és egy parancsot írt le a Commandbox Sensei-nek. Hát igen, ez nem futna le, mert ott a típusnál Commandbox Sensei-t adott meg, ilyen meg nincs a játékban. Na mindegy, azért nagyon poén, nagyon ötletes, akinek ugye Csabusa a neve. Csabusa a legjobb, ő csinálja a legjobb videókat és szerkezeteket, jó poénjai vannak, és aranyszínnel van írva. Mármint, hogy ott van, hogy color gold. Én csináltam meg egy parancsba az animáció készítőd. Ó, tudom ki vagy.
Igen. Ő csinál egyparancsos szerkezeteket, és egy korábbi szerkezetemet megcsinálta egy parancsosba. Aztán egy ilyen sensei, nagyon poén. Csabusa. 7. hó 13. Akkor rajzolta biztos, és sajnos nincs rajta név, de ezt is nagyon köszönöm. Van itt egy ilyen Csabusa fej. Azt mondja, sok szeretettel Leventétől Csabusának mindshowra. Egy ilyen atomübertáv sétapálcás, command blokkos, az kézikönyv. Hát a sarka be van hajtva, hogy hihi. Mit kell nevetni? Báj Eszren. Ja, azt hittem valami viccet írsz oda. Nagyon köszönöm. Ez így félbe van hajtva, és rá van írva, hogy Csabusa. Úgyhogy kibontom. És itt is a csatornához kapcsolódó dolgok vannak. Redstone, redstone fákja, szivacs. Jól láttam, szivacs. De sajnos nincs rajta név. Hű, van itt egy ilyen nagy boríték. Donától Csabusának. Az ki nem feje. Más nincs. Nagyon köszönöm, Donát. Az avatarom. És van egy levél Sáritól. Kedves Csabusa, már egy ideje nézem a videóidat, és nagyon szeretem őket. Mindig van valami jó ötleted, és ezt ügyesen meg is valósítod. Örülök, hogy találkozhattam veled. Én is, és nagyon köszönöm a rajzot. Meg a kedves szavakat. Még egy nagy boríték. Hú, nem bomba. Hanem egy ilyen kócos Csabusa. Hát ez mi? Miért ilyen kócos? Nagyon poén. Nagyon tetszik. Sajnos név az nincsen rajta. Aztán egy ilyen Csabusa rajz. És nagyon ügyesen megcsinálta. Csabusának, kedvenc Vidisemnek, szeretettel Vörös Katalin, nagyon köszönöm. Aztán van itt egy ilyen oroszlán fej. Ez szépen meg van rajzolva, de nincsen rajta név sajnos, úgyhogy köszönöm, kedves idegen. Ó, tényleg kaptam gombokat is. Valaki egy egész dobozzal adott, úgyhogy egy dobozba gyűjtöttem az összeset. Ilyen hangja van. Hát... tehát, hogy azért rendesen. Azért gyűlt össze ennyi egyébként, mert van, aki többet adott. Úgyhogy ez a doboz ilyen... hát kicsit több, mint félig tele van. Így gombokkal. Szóval rengeteg gomb, kicsi nagy. És hát igen, van, aki többet adott, úgyhogy... úgyhogy azért nem ennyien adtak. Igen, az elején próbáltam megúszni a dolgot, tehát alaposan megszivattam magamat ezzel a könyök akármivel, de aztán annyian jöttek, hogy csak beadtam a derekamat, és egy idő után osztogattam mind is a leírásokat. Az biztos, hogy többet nem találok ilyet, már amivel ennyire megszivattam magam, most már sokkal okosabban fogom csinálni ezt a gyűjtögetős játékot. És még egyre ez maradt egyébként utoljára. Egy ilyen üzenet van hozzá, és alatta egy Csabusa fej, meg egy command block. És Pásztor Gergő azt írja nekem, hogy Csabusának. Csabusa, te vagy a mindenható a command blockok számára. Amen. Csabusa, te vagy a legkedvesebb Ice Blue Bird után. És te vagy a legokosabb Ice Blue Bird után. Légy szíves, legyen olyan szerkezeted, amivel tank is kerülhet be a játékba. Addig is minden jót kívánok, ja is Kelmi. Hát ezek után csinálják neked szerkezetet? Ice Bluebird kedvesebb, meg okosabb nálam, komolyan. Hát, kedves Gergő. Jó, hát ennyi rajz volt, mindenkinek még egyszer nagyon köszönöm, nagyon tetszettek a rajzok. Hú, közben jó, be is sötétedett azt a mindenit. Hát biztos vicces lesz a videó, az eleje világos, a vége meg sötétebb. Hát sajnos ez van, ha az ember dolgozik. Az a kék egyébként ott a gépemnek a lámpája. Itt van itt egy ilyen világító LED, és most látszik a falon, mert sötétebb van. Na, mint az Ice Bluebird-től megtanultunk, egy vlogot pisilésekkel lezárni, úgyhogy a kézikönyv óvjon, mentem pisilni.